Hosszú hetek óta ez a csapat most már nagyjából ugyanaz, maximum egy-egy változtatás szokott lenni, ezúttal Gosic bekerült a kezdőbe első ízben, és az érdekesnek ígérkezett Pitos játéka, ugye a Fradi kölcsön szélsőjéről van szó. A Fradinál a védelembe Balogh, Tutorić és Csizmadia mellé bekerült Róden Bükkér, ami némi meglepetés volt, hogy Junior egy sorral előrébb a középpályán játszott, előről kimaradt Abdi és Heinz, viszont kezdett az eredetileg a második csapatnál számításba vett Pölöskei. Nagyszerű indítást kapott Rósa, elmegy a labda a kapu mellett. Az első helyzet a 7. perc elején. Rósa felé száll a labda, be is tudja fejelni középre. Gyanús, hogy nem volt bent. De ezt is megúszta a Szolnok. Na nézzük még egyszer. Ott várja a labdát középen Pölöskei, itt a fejes. Ez a vonalon pattan. Pölöskei megy a labdára. Közben földön az egyik ferencvárosi játékos. Jó beadás, de egy rossz befejezés. Skembri méltatlankodik. Ez pedig egy óriási hiba. Pölöskei mehet zicserben, Pölöskei belövi. A 20. percben vezet a Ferencváros. 20 perc elteltével vendégvezetés. Hát elképesztő. Szilveszteri Baki parádék egyik jelenete lehetne, ami történt. Tálcán kínálta fel az esélyt a gólszerzésre a Szolnok, már nem először. Skembri kivételével minden ferencvárosi hátul. Skembri mellé azért Burány biztos, ami biztos odaáll. Jön a szabadrúgás. Gól! Zsolnai góljával pillanatokon belül kiegyenlít a Szolnok. Haber csak beleérni tud. Zsolnai tisztán fejelhetett. Itt lehet látni. Zsolnai második gólja a szezonban. Rodenbücher. Rósa. Első valamire való esélye volt a Szolnoknak, és azonnal élt is vele a házigazda. Rósa, ellövi, gól! Skembri! Hát mi van itt? Rósa átveszi, de felperdül, és úgy néz ki egy pillanatra, hogy el is veszíti a labdát. Rósa, Skembri a berobbanó ember a hosszú oldalon. Melnyicsenko tehetetlen, és Vukomanović is az. Burány. Junior sem tudta tőle elvenni a labdát, Németitől viszont igen. 3-2-be vihetik a ferencvárosiak. Skembri, középen Junior a hosszú oldalon, Pölöskei, ez pedig 11-es. Ez egy borzasztó rossz ütemű megoldás volt Gyurovics részéről. A 42. perc, Rósa lövi a 11-est, 3-1. Komanović, Zsolnai, gól! 3-2! Zsolnai második gólja! Teljesen világos, hogy Brunner László azért ezekért a hibákért nem fogja megdicsérni a csapatát. Vezetés ide vagy oda, 3 rúgott gól ide vagy oda egy fél idő alatt. Balogh mellől az érkező Zsolnai.
Petrovic. Stanic. Stanic, lövőhelyzet. Aj, de nagyot védett Melnyicsenko. Kukomanovic nagyon várja a labdát, felemelt kezekkel. Máté egy sarkalás, Németi mellé! Ez remek mozdulat. Ahogyan Máté sarokkal az érkező Németi elé tálalt. Hát teljesen egyértelmű. A veszít a Szolnok. Haber, óriási védés! Akkor biztosan búcsúzik az első osztálytól. Tehát én úgy gondolom, hogy az első fél időben jól játszottunk. Helyzeteink voltak, nagyon nagy helyzeteink voltak. Sok mozgásra készítettük a Szolnokot, amit nem tudtak fölvenni. Ezek a sajnos kimaradtak, ezek a helyzetek, és magunknak nehézé tettük a fél időt, úgyhogy ugye az utolsó percben, második pontrugásban, amikor átjöttek a félpályán, gólt kaptunk, és utána elveszítettük a játék ritmusát, és kicsit berendezkedtünk kontrára, de amikor kontra lehetőségeink voltunk, azt megint kihagytuk a kapusra, szembe összeestünk, ahogy vezettük rá a labdát a kapusra, a Szolnok pedig megérezte a lehetőséget, és ugye ezekkel a felívelt labdákkal, a jó fejelő játékosaikkal nagyon nagy nehézségeket okoztak nekünk, és ha Justin nem véd ilyen jól a másik fél időben, akkor bármi lehetett volna. Két ellentétes fél idő volt, az elsőben azt gondolom, hogy eldőhetett volna a meccs, a másikban megfordulhatott volna a meccs, tehát azért tényleg nagyon nagy egyéni hibák voltak, nem nagyon láttam még így futballpályán tényleg ilyen 20 percet, hogy rutinos játékosok nem nagyon tudták, hogy mit csináljak. Aztán szerintem a Fradi nagyon bekezdett, és ugye el is készültek ott az erejükkel, és azért onnantól kezdve szerintem a 30. perctől másik fél időben inkább azt gondolom, hogy a mi akaratunk érvényesült.